magas a Tisza, magas a partja. Nincs olyan leány, ki átugorja. Virág átugrott a semlegsáros csizmasatka, ez ám a leány. Széles a Tisza, magas a partja. Nincs olyan leány, ki átugorja. Virág átugrott a semlegsáros csizmasatka, ez ám a leány. Mi a nem ez? Összegubancolódott szőr. A puli és a komondor szőre a nedvesség és a mozgatás hatására összegubancolódik, összeáll. Erre mondja a kunsági ember, megkécesedett a kutyám szőre. Erről szól Noé legendája, aki a parancsot végrehajtván, szerencsésen megmenekülvén, a bárkából kiözöllött állatok helyén egy eddig ismeretlen anyagot talált. A 40 nap alatt kihullott állati szőrök a rájuk került nedvességtől, és attól, hogy az állatok mindvégig rajta tapostak, nemezzé állt össze. A nemez az emberiség első, tudatosan, kézzel készített kelméje. Elsősorban juhok szőréből és a birkák gyapjából készül. Kész, akkor elkezdjünk egy gombócot formálni belőle. Én már láttam. Tartsod egy kicsit, nyomd össze. Passzíroz. Belemártjuk. Lassan. És a tál fölött kicsurgatod belőle a vizet. És a golyót formázod. Aztán megfordítom, a másik oldalára is teszünk egy picit, és rá le is tehetjük a szappant, és ilyen jó habos kézzel kézbe veszem, csicsok benne, csicsoktatom, aztán megsöndörgetem. Jó? Egy, kettő, három, négy, öt, jó, és most görgetjük. Egy, kettő, három, négy, öt. Akkor töröljétek meg a kezeteket egy picit. Tedd a fejedre. Szélét picit így kiszőrözöm, beleteszem a golyót, és ráhúzogatom, bebugyolálom. Hogy nehogy megfáj. Így eltakartam. Erre is pici szappant meg vizet teszek, és ilyen szép szappanos kézzel rányomkodom, és görgetem. Rányomkodom, óvatosan és görgetem. Jó. És akkor jöhet az enyém az túl. Elhozok még fájt lakat, lányok, most nyugodtan kezdjétek. Nekem is olyan le. Tehát letettem magam elé, megfogtam a szappant, és csöpögtettem rá. Még egyszer csöpögtetek rá. Aztán leteszem a szappant, összedörzsölöm a kezem, hogy ilyen szép fehér habja legyen, és úgy vettem a kezembe a színes gömböt, jó? Szappanos vizet csöpögtethetsz rá. Nekem mi áll le? Egy, kettő, három. Erre kell még. Gríz és bab. Panni, ez szuper, így tovább. A picikének. Csak akkor töröljük le, amikor a száraz gyapjúhoz jól.
Most még azért nincs kész, mert hogyha így kiszárítanánk, akkor szétesne. Tudod, addig gyúrjuk, míg jó erős anyag lesz belőle. Amivel lehet majd tényleg igazából labdázni. Kezd jó lenni. Jó sok habbal szeretem, mert akkor... Mutasd csak. Csoktassuk egy tízig, jó? Egy, kettő, három, tojás. Az enyémben van egy picike lila pötty. Nekem egy ilyen. Igen. Tét kemény. És pattan. Pattog és gurulj! Ezt az enyém most nem pattan, de majd fog. Gyertek lányok, ide rakjuk a közepére a készét. Újra bemelegítjük a kezünket, jó? Mint hogyha most érkeztünk volna meg. Jól összed, ősei? Jó? Akkor most mondjuk el ezt, hogy böbbe, babba, bőrbundája, puha, bari, bélé, sü. Még egyszer. Böbbe, baba, bőrbundája, puha, bari, bélé, sü. Keringeri borsó, forog a kis orsó. Keringeri borsó, forog a kis orsó. Keringeri borsó, forog a kis orsó. Még most ne gyúrjátok össze, akinek adok. Tessék, kék, aki csöndbe jelentkezik, az már is kap. Jó. Egy, kettő, három. Úgy, de ügyesek vagytok, nagyon jó, tökéletes. Három ujjamat összeszorítom, ráteszem a szálat, és jó szorosan föltekerem. Hannusé, jó. André, jó. Bogi, nagyon jó. Itt fogd le akkor. Úgy, te is fogd le a végét. Ez is jó lesz. Nagyon ügyesek vagytok. Akkor mehetünk tovább. Fogom a hüvelykujjammal a végét, és belemártom a vízbe. Jaj, de meleg. De ne mencsi. Gyere, már felesz. Jó, picit nézzetek ide, itt hátul is megpaskolom, oldalt is, körbe mindenhol. Akkor így összeteszem a kezem, összedörzsölöm. Egyszer, kétszer, háromszor. Aztán így összeteszem a kezem, és így is megdörzsölöm. Hú, de ügyesek vagytok. Aztán oldalt is megdörzsölgetjük. Köszönöm. 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 Köszönöm.
Ha már szoros három ujjon, akkor már csak két ujjon gyúrom. Ha már két ujjon is szoros, akkor átteszem egyre. Az enyém már egyen van. Igen. Enyém is egyen van, meg az aidáj is. Mutassak még egy titkos mozdulatot, amitől nagyon gyorsan összemegy egy ujjnyira. Egyik tenyerembe beleteszem a másik kezem középső ujját, rajta a gyűrűt, és így körbefogom a jobb tenyeremmel az ujjamat, így beledörzsölöm az ujjamat a másik kezemnek a tenyerébe. Aztán közben lehet fordítani. Közben fordítok rajta egyet, és beledörzsöket. Nézzétek, még egy picit gyúrkáljuk, és egy ujjra lesz jó. Annáé is, aki kitartóan gyúrja, annak összemegy. Enyém már Én is. Ez jó. Nézzétek, hogy bevizezzük ezt a vásznat. Ú, de jó pancsolás lesz. Ugye milyen jó? Ki az, aki ismeri ezt a csöncsöngyűrű játékot? És emlékeztek, hogy van egy hosszú madzag, egy zsinór, és azon vannak a gyűrűk. Úgyhogy szabad kivenni egy-egy gyűrűt, és ráhúzni. Jó lesz. Jó, és vezesd tovább. Két vége van. Jó. Minél több gyűrűt teszünk rá, annál viccesebb lesz a játék. Én most én össze fogom illeszteni, és ezt is, és aztán föl kell tekerni, mint a palacsinta. Sokkal jobban találkozik. Ennél a játéknál fontos, hogy jó legyen a találkozás, mert a zsinort húzni fogjuk, és ha nem elég erős, elszakad. Egy icipici szappant hagy tegyek rá. Ha begyűrödött magad előtt a vászon, akkor meghúzod egy kicsit. Most meg már rányomhatod a kezed is ilyen hosszan. Kinyithatjátok a szemeteket, jó? Kezdjük! Csön, csön, gyűrű, aranygyűrű, nálad, nálad, ezüst. Feszíts ki a zsinort! Itt csörög, itt pörög, itt ad ki. Ez? Azaz. Ha eltalálta, akkor csere van. Yeah.
Nem, ez tényleg fiasztárok lesznek, hogy tisztában mossák a gyakorlatot. Hát csinálhassuk a tűzben. Nézzetek ide egy picit, így szét lehet szedni. Így, egy ilyen fátyolra. Teszünk egyet, amiben így elleszel, egyet, amiben így elleszel. Aztán megint egy függőlegeset. Mi is így csináltuk a párnát. Igen. Új, én ezek ebből a két. Ne, Pisti. Vegyetek belőle egyet-egyet mindenki nyugodtan, vagy nekem, kettő. Akkor én egy sárgát. Megvan az ég, igaz? Igen. És ez meg itt a tó. Jó, és most már nem bántjuk. Most vegyetek egy szappant. Tükörképeset játszunk, jó? Vagy én megmutatom egyszer. És aztán mondom, hogy tükörkép, akkor ti jöttök, jó? Most csak nézitek. Mondjuk, hogy ez sírácsurkató. Habot. Körülbelül már mindenhol elég rajta a víz. Közepénél kezdve lenyomom. Körbe mindenhol. Mindjárt kész lesz. Nem tudom kicsőrest. Ez így most jó. Ilyen fehér habost legyen, jó? Az enyém ezt nem csinálja. Nem tudom, hova tűntek. Ez a része, ez tökéletes. Ide. Anna így mutatta. És most jön körülbelül egy 10 perc óvatos simogatás. Nézd csak, Pisti, csak ennyire finoman. Te egy kis cica lenne. Így finoman. Jó, összeszedjük a szappanokat. Kérlek, tedd oda a szélére. Szappantartót. És mindenki fordítsa mintával lefelé a nemezképét. Jó. Ebbe a gyékénybe szépen beletekerjük a képeket. Szorosan belecsavarjuk. Jaj, de ügyesek vagytok. Aki nem lép egyszerre, nem kap rétest estére, pedig a rétes igen jó, attól nem akazoló. Ó, ez még biztos nem áll meg. Ez ki? Még egy kicsit ezt is kell gyúrni. 20 másodperc minden irányból. Jó, fölcsavarod. Gyere,
Egyszer volt, ha nem volt, vöröshűzesen, volt egy gyönyörű szép tó. Tündértónak hívták. Partját sás nád szegélyezi, közte vízi liliam a pompáznak, s a víz tükrében tündérrózsa nyílik. Azt tartják róla, hogy itt volt régen a tündérek palotája. Tehát csinálunk egy képet arra a mesére, amit tegnap is, meg már ma is hallottatok. Melyik volt ez? Tündértó titka. A tündértó titkára. És elhatároztuk, hogy ez a kép ez így hosszába fog látszódni. És most el is kezdtük, az a része melyik lesz? Az lesz az ég. Mi van az égen? Hold és a csillagok. Hold és a csillagok. És ugye mivel éjszaka játszódik a történet, ezért rakjuk körbe kék gyapjúval. Csillogott, villogott a vízszíne, rásütött a nap, mert a tündérek palotájának még a zsindeje is aranyból volt. Egyszer aztán megromlott a világ, az emberek bántották egymást. A tündéreknek nem volt maradásuk. Elköltöztek innen messzire, de az itteni embereket szerették, ezért ajándékot hagytak nekik. Azt mondják, hogy hajukból lett az arany a Dunában, a palotájuk helyét pedig elvarázsolták. Azt hagyták az itteni emberekre, hogy aki lány Anna napját követő hol tölte éjjelén, megfürdik a tündértó vizében, szebb lesz, egészségesebb lesz, mint volt, és azért a legényé lesz, akit szeret. Nos, azóta minden nyáron kijártak lányok, hogy megmártsák magukat a tündértó vizében. Ágnes csúnya lány volt, piszleposzlának csúfolták a vele egyidősek. Olyan hitvány, vékonyka volt a lelkem, nagyon fájt neki a csúfolkodás. Szeretett volna ő is olyan lenni, mint a többiek. Szép, vidám, mindenkivel barátkozó. De az emberek nem vették komolyan, csak élcelődtek vele, még a legények is. Különösen Pista, a szomszédék fia, aki nagyon tetszett neki, és úgy szerette volna, ha legényes napokon hozzájuk is átjött volna beszélgetni. De Ágnes mindig csak egyedül üldögelt otthon, nem kereste fel senki, így következett el Anna napját követő holtölte ideje. A lányok minden este lesték a holdat, mikor kerekedik ki a képe, és súgtak-búgtak, hogy ők bizony megmártják magukat a tündértó vizében. Ágnest is csalták, de hozzátették, kár kimennie, rajta az sem segít. Nem ismert velük tartani, lefeküdt, de mikor hallotta az ablakuk alatt elsuhanó lányok lépteit, fölkelt és kiösönt a házból. Egy darabig a tornácon sírdogált, de egyszer csak gondolt egy nagyot. Azért is megfürdik a tündértó vizében. Dacosan dobbantott egyet a lábával, és futni kezdett kert alul a Duna felé. Egyedül akart maradni, nehogy kinevessék a többiek. Eloldott a ladikjukat, és átvezett a vörös vizesre. A lányok már vidáman lubickoltak a vízben. Ágnest is egy bokor mögül vetette magát a vízben, ruhástul, szégyelt levetkőzni. Mély volt a víz, egy-két karcsapással úszni próbált, de lábára tekeredett a hínen, hiába kapálózott, húzta lefelé. Nem tudott tőle szabadulni, kétségbe esetten kiáltott segítségén, meg is fulladhatott volna, ha nem ér oda éppen idejébe Pista, aki hazafelé tartva hallotta a szomszédból Ágnes sírását, és látta, hogy egyszer csak neki szalad a Dunának. Rosszat sejtve utána indult. Nem teketóriázott tovább, beleugrott a vízbe, és kihozta a fuldokló lányt. Ahogy Ágnes magához tért, és rányitotta szemét, csodák csodájára Pista szépnek látta. Rámosolygott, és úgy vitte haza. Megfogant a tündértó titka. Pista ezután eljárt hozzájuk a legényes napokon, és megszerették egymást. Nem sokára megtartották a készfogót, aztán a lakodalmat is.
Boldogan éltek, még meg nem haltak.